Az önkormányzatok által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő fejlesztésekre pályázhatnak a települések az úgynevezett TOP programban. A terület és településfejlesztési operatív program átfogó fejlesztéseket, beruházásokat tesz lehetővé, amelyben többek között ipari parkok bővítése, közlekedésfejlesztés, valamint intézmények korszerűsítése is szerepel. Olá Gábor a vendégem, a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára. Jó estét kívánok! Jó estét. Első körben érdemes arról beszélni, hogy az előző Európai Uniós ciklushoz képest a települési önkormányzatok számára a helyi adottságokhoz és a helyi sajátosságokhoz mérten készülnek el, illetve készülhetnek el ebben az uniós ciklusban a pályázatok és a pályázati programok. Ez a változás miért volt fontos? Azt láttuk, hogy nagyon sok hátulütője van annak, hogyha mi Budapestről szeretnénk azt megmondani, hogy az adott területen, adott megyében, mire szeretnék költeni az önkormányzatok a pénzüket. Éppen ezért már a tervezéssel kezdtük az átalakításokat, méghozzá egy viszonylag nagy volumenű átalakítással indítottuk el az idei ciklust. Az egészet úgy kezdtük el, hogy megkértük a megyei önkormányzatot, hogy ő mondja meg, hogy az adott területén milyen terület és településfejlesztési programot szeretne végrehajtani. Ugye ezt van egy törvény, amely kimondja, hogy Magyarországon a megyei önkormányzat a területfejlesztésnek a felelőse, és igazából ezt ültettük át a gyakorlatba, ezt a módszert. Ugye azt látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az operatív programban majdnem 100 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezt többször is kommunikáltuk már itt, hogy beindultak a pályázati programok. Ugye ezek a bizonyos fejlesztési területeket meghatározták, és ezeknek megfelelően indult el a pályáztatás. Most jelen pillanatban már látják azt, hogy olyan 75 milliárdnyi forintot pályáztak az önkormányzatok, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Mire szeretnének költeni? Így van. Mire szeretnének költeni? Ugye azt látni kell, hogy a elmúlt két éves tervezés az egy nagyon jól sikerült program, olyannyira, hogy az Európai Unió is jön hozzánk, illetve a magyar mintát kezdi el népszerűsíteni a környező országokban is, annak érdekében, hogy hogy az önkormányzatok azok tudjanak tervezetten és a forrásokat a saját fejlesztési igényeikhez kapcsolva tudjanak fejleszteni. És a terület és településfejlesztési operatív program, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinál, éppen ezt teszi számukra lehetővé. Tehát a következő időszakban a megyei önkormányzattal együttműködve tudnak az önkormányzatok a TOP-on keresztül Európai Uniós forrásokat lehívni. Ezért úgy gondolom, hogy jelentős változás a korábbi időszakhoz képest, amikor több operatív programból kellett a önkormányzatoknak összeszedniük a forrásokat, most jellemzően a TOP-on keresztül tudják lehívni az Európai Uniós támogatásokat. Én úgy látom egyébként, hogy a elmúlt kettő éves tervezés az egy nagyon hatékony eszköz volt, és a helyi igényekhez tudtuk alakítani a felhívásokat. Ehhez az kellett, hogy az elmúlt két évben a megyei önkormányzattal, aki felmérte helyben az igényeket, egy nagyon szoros együttműködésben tudtuk meghatározni, hogy milyen feltételek mentén kell elkölteni azt az összeget, amelyet Magyarországra érkezik terület és település fejlesztésre. A mi szándékunk az volt, hogy a gazdaságfejlesztéshez járuljanak hozzá ezek a források, tehát úgy jusson el a vállalkozóhoz, hogy abból mindenki profitáljon. Egyrészt az önkormányzat meg tudja valósítani a saját elképzelését, óvodák, iskolák épülhessenek, orvosi rendelők újulhassanak meg, kerékpárutak, útfelújítások valósulhassanak meg. Tehát minden olyan önkormányzati igény, amelyre önkormányzatoknak szükségük van, TOP-ból azt támogatni lehessen. Másrészt pedig, hogy ezeket a beruházásokat a helyi vállalkozások tudják megvalósítani. Tehát a láncolat végén azért mégiscsak az van, hogy a helyi vállalkozás jut forráshoz, jut lehetőséghez, a helyi vállalkozások tudnak munkahelyet teremteni, tehát tudnak foglalkoztatni. És természetesen a harmadik eleme pedig az, hogy a lakosok is mindennek az előnyét
élvezik. Az nagyon lényeges volt, azon túl, hogy közvetett módon, tehát a vállalkozások is bekapcsolódnak ebbe az operatív programba, hogy felesleges beruházások, felesleges fejlesztések és olyan fejlesztések, amit az önkormányzat nem tud a későbbiekben vagy a továbbiakban fenntartani, ne legyen ebben az uniós ciklusban. Látják, hogy ez megvalósul? Pontosan ezt egy új eljárásrenddel valósítjuk meg. Minden döntés előtt van egy döntés előkészítő bizottság, amelyben a területi szereplő, adott esetben a megyei önkormányzat meg tudja azt mondani, hogy mely projekteket támogatja és mely projekteket nem tartja fontosnak ahhoz, hogy az ő megyére vonatkozó területfejlesztési stratégiája megvalósuljon. Ez az elem, ez egy újszerű elem, az Európai Bizottság ezt már elfogadta, és igazából én úgy látom, hogy más országokban is át fogja ültetni ezt a gyakorlatot. Tehát ez az az elem, amely azt biztosítja, hogy ne érkezzen be mondjuk térségi fejlesztési igény két egymást melletti településről, és így ne kelljen feleslegesen pályázatokat megcsinálni, hanem a megye az, aki össze tudja fogni, és ő tudja koordinálni, hogy éppen az egészségügyi ellátást hol kell fejleszteni, hol van szükség iskolára, és hol nincs szükség iskolára. Tehát van egy előzetes kontroll a rendszerben, míg a pályázatok beérkezése előtt van egy megyei stratégia, amelyhez tudnak kapcsolódni az önkormányzatok. Ez a fejlesztési program milyen városoknak, milyen településeknek, milyen lélekszámú településeknek kedvez? A terület és település fejlesztési operatív program valamennyi önkormányzat számára szól, de a fő fókuszunk az azért a 5000 fő feletti önkormányzatokat jelenti, tehát a intézkedéseink túlnyomó többsége az nekik szól. A kisebb települések számára a TOP mellett a vidékfejlesztési operatív program az, amely tud forrásokat biztosítani, és az elmúlt időszakban valamennyi olyan intézkedésnél részletekig menően elkészítettük a lehatárolásokat, hogy minden egyes fejlesztési igény, az konkrétan hozzá lehessen rendelni egy adott operatív programhoz, tehát egyértelműen eldönthető legyen, hogy melyik operatív programban kell támogatást igényelnie az önkormányzatoknak. Az önkormányzatok lehetnek-e sikeresek ebben a pályázati, operatív pályázati rendszerben? Kell-e önerő a pályázatokhoz például? Én úgy gondolom, hogy ez az önkormányzatoknak egy nagy könnyebbség, hogy jelenleg így osztjuk a pénzeket, vagy így lehet pályázni az uniós támogatásokra, hiszen nem arról szól a rendszer, hogy piaci szereplők házalnak az önkormányzatoknál, és adott esetben piaci szereplők intéznek bankhiteleket az önkormányzat számára ahhoz, hogy uniós támogatáshoz hozzájussanak, hanem arról van szó, hogy mi 100%-os támogatási intenzitást nyújtunk, az önkormányzatnak nem kell saját erőt beletennie azokba a projektekbe, amelyek nem jövedelemtermelőek, és a 100%-os támogatási intenzitás mellett pedig próbáltuk kivenni a piaci alapú pályázatírókat is ebből a rendszerből. Tehát azok a kis települések, akik egyébként nem rendelkeznek megfelelő kapacitással arra, hogy a projektjeiket eljuttassák az irányító hatósághoz, összeállítsák a támogatási kérelmet, ezt az elemet a megyei önkormányzattal el tudják végeztetni ingyen. Most már látják azt, átalakították a pályázati rendszert, hogy hatékonyan és gyorsan működik-e az az intézményrendszer, amelyik a pályázatok befogadásával foglalkozik. Ugye arról beszéltünk, hogy olyan 75 milliárdnyi forint értékű pályázat már beérkezett ebből a 90 milliárdból, hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről beszélünk. Mennyire lesz gyors a pénzek lehívása, és indulhatnak a fejlesztések és a beruházások, mikor? Ugye az intézményrendszert jelentősen átalakítottuk éppen azért, hogy hatékony legyen a támogatásoknak a felhasználása is. Az első ilyen lépés az az volt, amikor a Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséget három részre szedtük, és mostantól kezdve minden megyének van egy saját közreműködő szervezete, amely jelen esetben a Magyar Államkincstár. Tehát a Magyar Államkincstár megyei kirendeltsége az, amelyhez az önkormányzatoknak fordulniuk kell, és úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb döntés volt, hiszen több évtizedes tapasztalatuk és több évtizedes kapcsolatuk van valamennyi önkormányzatnak az államkincstár irányába. Úgyhogy ez is gyorsított azon, hogy ez a korábbi támogatási rendszeren, és ezzel együtt most már elmondható az, hogy valóban a
90 milliárd forintból 75 milliárd forintot egy fél év leforgása alatt ki tudtunk írni, illetve beérkeztek a pályázatok, vagy a napokban is érkeznek még a pályázatok. Tehát elmondható, hogy a megyébe szánt fejlesztési források jelentős része a következő időszakban lekötésre fog kerülni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy változás ahhoz képest, hogy az elmúlt ciklusban, elmúlt 7 éves fejlesztési ciklusban mi történt, és hogy a utolsó évekre nekünk mennyi feladatunk maradt, és hogy mennyi támogatást kellett az utolsó két évben kiosztanunk. Ahhoz képest most nagyon jól állunk. Ütemtervszerűen halad. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.